Szeretettel köszöntök minden kedves nézőt a következő Suzuki TSR 200-asról szóló epizódban. Ebben a részben igazából szeretnénk bemutatni azt, hogy hogyan sikerült a TSR-nek a matricázása. Emellett ugye néhány fontosabb, kisebb tapasztalatot szeretnék veletek megosztani, ami akár nektek is segített, hogyha efféle megoldásra vetemettek. Na akkor kezdjük is el, és akkor vizsgáljuk meg, hogy mi hogyan csináltuk meg ezt a fóliázást. Első lépésként igazából lecsupaszítottuk, letisztítottuk az idomoknak a felületét, ami igazából nálam annyiból állt, hogy az előző festékréteket megpróbáltam a legjobban eltávolítani. Itt láthatok néhány jelenetet ezekről, ami igazából itt két rövid képkocka, de valóságban kicsit hosszadalmasabb volt. Matricázás közben egyébként szakítottunk egy kis időt gyakorlatilag a motor hűtésének a fejlesztésére is. Amit láthattok fent, ez a kettő ventilátor, ezek igazából ilyen sima ventilátorok, a vizálóságuk valójában egyáltalán nem felel meg valószínűleg a használatnak, de kibírják, tehát a két ventilátor az már szerintem több mint egy másfél-két éve van fenn a hűtőmön, semmi baj nem lett, ugye legutóbbi időben már stegimobos mosást is kapott, de azt is tökéletesen kibírta. Most ide felraktunk még egy nagyobb ventilátort is, ami jóval magasabb teljesítményre képes. Na de ezután akkor térjünk is rögtön vissza a matricázáshoz. Gyakorlatilag az idomoknak természetesen nem csak a felülete, hanem az anyaguk is sérült, tehát ilyen repedéseket szenvedtek, különböző kisebb töréseket, szóval ezeket is meg kellett javítanunk. Most ebből láthatok akkor egy kisebb videórészletet. Hát akkor műanyag hegesztés, javítás. Problémák jól láthatóak. Több helyen is meg van repedve. Itt már elkezdtük a javítást. Itt most a videón ugye azt láthatjuk, ahogy Gergő éppen egy ilyen fémhálóval javítja meg azokat az idomokat, amiket hát sajnos sikerült ilyen állapotba hoznom. Lényegében ezt a fémhálót ugye beleolvasszuk az anyagba, és akkor így sokkal jobban egyben tud maradni, stabilabb, mint más ragasztók, tehát ezzel próbálkoztunk ilyen kétkomponensű ragasztóval, az nem is maradt fent a legmegfelelőbben, valamint igazából nem tartotta egybe az idomot. Azonban így, hogy beleolvasztuk ezt a fémhálót, ez sokkal merevebb, de ugye mégis azért valamilyen szinten rugalmas marad, mivel hajlékony ez a kis fém rész is. Nagyon jó. Meg vagyunk. Köszönöm. Mi jó. Itt még van egy kis lukacska, azt feltöltjük. Meg ezt a repedést eltüntetjük. Ja, hát ezt is egybe olvasztom, azt majd utána csiszolunk. Na akkor, következő sztori, kéne egy kis anyag hozzá. Na, itt már meg van kezdve. Itt látható, hogy a hiányosságok pótlására külön a célnak megfelelő precíziós műanyagot használjuk. Kellemes illata van. A mélyedések kitöltése után itt most láthatjuk ugye a felesleges anyagnak az eltávolítását.
Hát igen, szóval az idomokon bőven lehetett találni ilyen kisebb harci sérüléseket. A következő idom, amit javítottunk, az a hátsó idom volt. Erről van egy kis emlék is. Megvagy! Na, második menet. Baj van, Roli, kezd elfogyni a hálónk. Ami annyit jelent, hogy elfogyott. Szóval én azt gondolom, hogy a csiszolásból és a javítgatásból ennyi bőven elég volt, szóval most térjünk át akkor a fóliázás részére, hogy az hogyan zajlott. Na hát akkor terv a következő. Az előkészített idomokat fogjuk és lefóliázzuk ilyenről, ilyenre, ha minden jól megy. Na, itt még olyan fontos dolog, amit szeretnék elmondani a videón belül, az az, hogy én megvásároltam egy ilyen egészen drága, úgynevezett ilyen TechWrap 3D-s autófóliát, amivel megpróbáltuk ugye lefóliázni az idomokat, de sajnos nem megfelelően tapadt, lehet, hogy az előkészítés nem volt tökéletes neki, meg valószínűleg azért nagyobb felületekre való, meg inkább talán a fémfelületeknek kedvez, de szóval annyi a lényeg, hogyha azt vásároljátok, akkor mindenképpen szerintem tapadásfokozó muszáj hozzá, és talán az ilyen minőségű műanyagokat nem is nagyon lehet felrakni igazából. Szóval erre figyeljetek oda. Szóval ezek után az obis fóliával tudtuk lefóliázni, ami igazából teljesen megfelelő, főleg ilyen körülmények között, ahol használva van a motor. Na, de akkor most jön a zene. És akkor végül itt van egy kis jelenet az elkészült idomokról. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, találkozunk a legközelebbi epizódban.